A vezetés mindig is elkötelezett volt a közlekedés biztonságát javító intézkedések megtétele mellett. Ezért is csatlakoztunk a Közlekedés Tudományi Egyesület felhívásához, amely különböző szemléletformáló, illetve operatív beavatkozásokat is javasolt a közlekedési kultúra napja alkalmából. Ez a nap pedig történetesen egybeesik Miskolc város napjával. A Kerékpáros Egyesület, Kerékpáros Miskolc Egyesület javaslatára, így megállás helye vonalak felfestésére került sor. Két baleseti szempontból kiemelt zebra elé. Mint köztudott, a balesetek, a gyalogos ütések 80%-a zebrán következik be. A gyalog átkelőhelyek kialakítására vonatkozó szabályok módosítása és már lehetővé tette ezen újítás bevezetését hazánban is, amely egyébként bevett gyakorlat Nyugat-Európa egyéb országaiban. Ez a gyalog átkelőhely előtt 5 méterre felfestett szaggatottsíkot párhuzamos közlekedés esetén kölcsönösen javítja a észlelést mind a belső sávban érkező gépjármű, mind pedig a járdáról lelépő gyalogos számára, hiszen a külső sávban megálló gépjármű nem takarja ki a rálátást. Jelenleg két zebra esetében hajtottuk végre ezt a módosítást, de az önkormányzat tervezi további 12 zebra hasonlóképpen történő átalakítását. És akkor átadnám a szót a Kerékpáros Miskolc Egyesület képviselőjének. Köszönöm szépen, én is jó napot kívánok. Nagy örömmel vagyok itt, mert mielőtt kezdődött ez a sajtótájékoztató, itt áldogáltunk már egy picit, és azt láttuk, hogy nagyon jól tudják használni a gépjárművezetők ezt a vonalat, annak ellenére is, hogy erről kommunikáció eddig még nem volt. Miért éreztük fontosnak, hogy megkeressük ezzel a várost, és akkor itt azért hadd tegyem hozzá azt is, hogy a viszonylag egyszerűnek látszó beavatkozásról van ugyan szó, de azért ennek kellett egy kis előkészítés, és szeretném is megköszönni mind erre lett jó a vonal, most láthatjuk éppen, ugye a külső sávban szépen megállt a vonatbusz a vonal előtt, a belső sávban érkezett egy másik gépkocsi, és bizony, ha ez a busz 5 méterrel feljebb áll, akkor lehet, hogy késő lett volna már ez a gyors fékezés is. Az élet nagy rendező. Szóval visszatérve, tavaly Miskolcon 6-an haltak meg a város területén, úgyhogy szimplán csak közlekedni szerettek volna, majd a közlekedés után szépen hazamenni. Lehet azon elgondolkodni, hogy ez a szám ez sok vagy kevés. Abban az esetben, ha a mondjuk 20 évvel ezelőtti állapotokhoz viszonyítjuk, akkor kevés, mert akkor egy nagyságrendi csökkenés van már, viszont számunkra sokkal szimpatikusabbak a mai közlekedésbiztonsági filozófiák, ugye elég annyit mondanom, hogy Vision Zero, azért ez már itthon is közismert, tehát az kell, hogy legyen a célkitűzés, hogy ne halljon meg senki az utakon közlekedés közben. Ez csak apró beavatkozással lehet segíteni, ez csak egy a sok közül. A legnagyobb előnye az az, hogy nagyon olcsó, tehát tulajdonképpen egy 50 centi széles festése van csak szükség. Ugyanakkor, ha az emberek jól használják, akkor azért valamilyen mértékben segíti ez is a biztonságot. Alpolgármester úr már elmondta, hogy nem volt véletlen a helyszínek kiválasztása. Különösen nagy előnye van az ilyen helyeken, tehát ahol párhuzamos közlekedés van, a másik sávon érkező eset jármű miatt, de el kell mondanom, hogy általában más helyeken is lehet ezt használni, különösen például iskolák előtt, ahol elég sok az olyan alacsony gyalogos, akik például egy nagyobb gépkocsi, mondjuk egy kamion szempontjából nagyon könnyen bekerülhetnek a holtérbe. Tehát ugye megáll a kamion közvetlenül a vonal előtt, mert a vezetője látja, hogy az egyik oldalon elindul egy gyalogos, a gyalogos be is halad, a kamion vezetője nem is látja szinte, hogy előtte halad a gyalogos, ezért aztán figyel is a másik oldalon, hogy hopp, már kilépett a gyalogos. Mindenki úgy gondolja, hogy minden teljesen rendben van, csak közben érkezik egy másik gyalogos, akit ő nem vesz észre,
az a gyalogos az mit lát, azt látja, hogy áll a kamion, tehát úgy értelmezi, hogy őt elengedi, bekerül a holtérbe, és pillanatok alatt megvan a baj. Tehát nem akarom sorolni, többféle előnye van, úgyhogy igazából ezért tettük ezt a javaslatot, és hát köszönjük szépen, örülünk a megvalósulásnak.